Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Akkor dolgozzunk, és, és kezdjük el ezt a témát boncolgatni, hogy szélesség és mélységépítés. Miközben felkészültem erre az előadásra, és rengeteg olyan információt gyűjtöttem be könyvek tekintetében, CD-k tekintetében, ami erre vonatkozó, rá kellett jönni arra, hogy igazából a mélységépítés, ami, ami savabors ennek a vállalkozásnak, gyakorlatilag teljesen ugyanaz, mint a szélességépítése, csak némi technikai nyuanszokat kell ugye, figyelembe vennünk, és mélységbe kell ugyanazt csinálni, amit szélességben fogunk tenni. És ezért a szélesség, a szélesség építése, a szélesítés az egy hihetetlen fontos dolog ebbe a szakmába. Ugye mindannyian valamiért elindultunk ebben a vállalkozásban, és hát talán a legfontosabb dolog, ez a legelső, ez a céloknak a letisztázása. Nem azért csatlakoznak a Forever vállalathoz hozzád, nem azért csatlakoznak hozzánk emberek, mert nagyon szimpatikusak vagyunk, azért, mert nagyon jó a marketing, vagy nagyon jó a termék, hanem azért csatlakoznak, mert lesz egy víziójuk, lesz egy álmuk, lesz egy céljuk, ami megváltoztatja jelen esetben itt a Forever üzletépítésnek az eredményekét, megváltoztatja az ő lehetőségeit, az ő perspektíváját, akár a jövőjét. És ez a cél. Ez a legmeghatározóbb ebben a vállalkozásban, és legszívesebben most egy 50 percet csak erről beszélnék, de hát sajnos nem ez az én témám. Ebben szeretek én, én a legtöbbet, legtöbb időt eltölteni a célok boncolgatásában. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy akivel leülünk beszélni, mutassunk számára valamit, mutassunk egy olyan lehetőséget, egy olyan jövőképet, aminek következtében ő azt mondja, hogy elindulok, döntést hoz. Mi a következő lépés? Ugye listát kell írni a barátairól, ismerőseiről, majd meg kell hívni őket egy termék és marketing tájékoztatóra. Ennek majd lesz egy eredménye, ez a visszakeresésen vagy a hogyan tovább találkozón fog nyilván eldőlni, és hát következik majd a munkánk fázisaként a mélységépítés. Ezeket szeretném egy picit boncolgatni, mert azt gondolom, hogy ezek a lépések a legfontosabbak, hiszen a mélységépítésnek ugyanez az alapja, mint ami a, a, a szélességnek az építésénél. Ugye a célok letisztázása az mindig személyre szabott, hiszen egy vállalkozó, egy üzletember nem feltétlenül rendelkezik olyan célokkal, mint egy alkalmazotti szférában dolgozó, lehet, hogy kicsit nagyban gondolkozik, vagy, vagy nagyobb perspektívában látja már a világot. De mindenkinek van motivációja, és hogyha megnézzük a jelenlegi gazdasági helyzetet, szétnézünk egy kicsit a, a világban, láthatjuk azt, hogy ha megkapargatjuk a felszínt, mindenhol vannak problémák. Viszont akinek jól megy a vállalkozás, akinek jól megy az élete, ott is tudunk olyan olyan új dimenziót mutatni, olyan új lehetőségeket, amire ő még eddig nem gondolt, a network marketingnek, a forever üzletépítésének a, a következménye lehet ez a, ez a cél. Ugye hallottuk már azt, hogy nagyon sokan, akik nem ismerik még mélyrehatóan az FLP lehetőségét, a network marketinget, egy picit úgy félnek tőle, szkeptikusak, bizalmatlanok. Azt gondolom mindannyian így voltunk ezzel annak idején, mikor még nem ismertük meg a hátteret, és nem tudják azok a civil kívülállók elképzelni, hogy mi miért foglalkozunk az FLP üzletépítéssel, a network olyan olyan furcsán néznek ránk. Mi pedig hihetetlen furcsán nézünk ezekre az emberekre, hogy egyszerűen miért nem kezdi el? Hát ez a világ egyik legjobb üzleti lehetősége, és döbbenettel állunk előtte, hogy miért nem lép be, miért nem kezdi el ezt a vállalkozást. Hát nagyon sok esetben az a probléma, hogy információhiányban szenvedünk. Van egy, van egy elképzelésünk, van egy véleményünk, egy tapasztalatunk, ami sok esetben ugye nem kész tényekre, hanem, hanem inkább előítéletekre ö, alapszik, van valamilyen behatásunk, és ennek következménye az, hogy ellenállóak vagyunk a network marketinggel szembe. Semmi más dolgunk nincsen, csak megmutatni az FLP üzletépítést korrekt módon, és ennek eredményét korrekt módon, hogy ő tudjon egy intelligens döntést hozni. Mint hogyha áthoznánk őt a másik oldalra, ugye az igazság oda át van szokták mondani, megmutatnánk a másik oldalát, azt az oldalát, ami működik, ahol jól lehet keresni, ahol jól lehet élni, és aminek eredménye az, hogy olyan célokat, olyan álmokat is meg tud az ember valósítani, amire alapvetően nem lenne lehetősége a helyzetéből kifolyólag, a jelenlegi ö, ö, körülményeinek köszönhetően. Ugye világ legegyszerűbb tevékenységén azt gondolom az FLP üzletépítés. Ugye beszéltünk arról, hogy írjuk össze a, az ismerőseinket, majd vissza fogok erre térni. Olyan ez, mintha egy nagy, már most csúnya példával fogok élni, de olyan, mintha egy nagy tölcsérbe beengednénk az ismerőseinket, és egy szűrőn, egy filteren keresztül engednénk át őket. Ez a szűrő, ez a filter, a termék és marketing tájékoztató. Három opció lehetséges. Nincs több. Pusztán három dolog történhet az illetővel. Vagy vásárló lesz, vagy üzlettárs, vagy nem történik vele semmi. Nemet mond. De oda van zárójelbe írva, hogy most, jelenleg mond nemet. Ez a három lehetséges opció van összesen. Nincs több. Ezért semmi más dolgunk nincsen, csak az ismeretségi körünket tájékoztatni az FLP létezéséről, megmutatni a termékpalettát, megmutatni a marketingrendszert, és megnézni, hogy éppen ő melyik csoportba fog tartozni. Ennyire egyszerű. Amit Nyíri Zoltán itt mondott az előbb, hogy, hogy a Hulk hogan képpel szemléltette, hogy nem szabad kierőltetni emberekből azt, hogy ők hálózatot építsenek ahogy szokták mondani, ha elmész a, a strandra, strandolókból ne próbáljunk úszó bajnokokat csinálni. Egyszerűen mi keressük azokat a nyitott gondolkodású embereket, akik szeretnének jobban élni, több pénzt keresni, változtatni az életüken. Nem meggyőzni akarjuk őket, meg szeretnénk őket, illetve meg szeretnénk nekik mutatni, meg szeretnénk számukra ezt a lehetőséget mutatni, hogy ő ennek az információnak a birtokába, átlássa az, hogy milyen jövőképe lehetséges, ha ő ebben az üzletben effektív munkát fog befektetni. Ennyi pusztán a dolgunk. Nyilván ezt jól kell csinálni, és ebben tud segíteni a szponzor az első időszakban, ebben tudnak segíteni ezek az eszközök, amiről már itt volt szó, a könyvek, a CD-k, a rendezvények, a szponzor, hiszen tekinthetjük eszközöknek. Amikor Miklóssal konzultáltam, hogy ezt a témát fejtsük ki egy kicsit. Nekem voltak elképzeléseim, és összeállítottam egy, egy kis beszédet ezzel kapcsolatban, powerpointos anyagot is, és tegnap este is sikerült vele beszélnem, bár ne tettem volna, mert ő fél órában kifejtette azt, hogy ő mit szeretne tőlem hallani, én pedig nem kifejezetten ezt állítottam össze. Nem is probléma ez, mert egy más megvilágításból is, más szex szemszögből is gyakorlatilag én is rá tudtam látni a mélységépítésre és a szélességépítésre. És azt mondtam, hogy én szeretném megmutatni azt, hogy ez alatt a kilenc év alatt, mióta ezzel foglalkozunk, mivel találkoztunk, milyen módszereket használtunk, milyen eszközöket használtunk, lehetséges, hogy ez a, ez a te munkád során is tud majd segíteni. Egy statisztikát szeretnék megmutatni nektek. Az első száz ember, akit tájékoztatunk, átlagosan, Nagyságrendileg ilyen arányba fog majd e, fruktuálódni. E, körülbelül 100 emberből 50 ember mond nemet első körben erre a lehetőségre. Nagyságrendileg 50 ember eljut odáig, hogy terméket fogyaszt, ebből gyakorlatilag csak 40 lesz majd vásárló, 10 komoly üzletet fog e, építeni, illetve elkezd üzletet építeni. De hogyha lebontjuk ezt is részletekre, akkor a vásárlóknak nagyjából a fele, a alkalmi vásárló, körülbelül a fele visszatérő fogyasztóvá válik. Természetesen itt is van majd fluktuáció. Az üzlettársaknál nagyságrendileg így néz ki az én arányom, illetve a mi üzletépítésünknek a, az eredményeképp az arány. Körülbelül három olyan ember lesz ebből a tízből, aki nagyon komoly sikereket ér el, aki, aki komoly üzleti eredményeket fog majd elérni. Itt a komoly sikereket, itt, a, itt a szupervázor, igazgatóhelyettes és igazgatói szintre, menedzseri szintre gondolok. Többen indulnak majd el, nyilván üzletileg, de aki komoly eredményt ér el, statisztikailag nagyjából így néz ki. Nyilván a statisztika azért van, hogy hogy ettől eltérjünk, és a statisztika soha nem lesz rád igaz, de nagyságrendileg a számokat ö, tudja mutatni, tehát a számok segítségével meg tudja mutatni, hogy hogy fog fölépülni ez az üzlet, milyen mennyiség kell hozzá. Ez az első százra vonatkozik. Következő száznál és az azt követke, következő száznál már nem ilyen arányok lesznek, sokkal jobb arányok lesznek. És az ötven ott, aki nemet mondott, az első körben mond csak nemet. Na most itt jön vissza az a, az a mondat, amivel kezdtük ugye a beszélgetést, hogy nem kell kiérőltetni senkinél azt, hogy kezdjen ezzel a vállalkozással foglalkozni, vagy vásároljon terméket. Egyszerűen meg kell mutatni minél több embernek. és ennek ez lesz az eredménye, hogy üzlettársaid is lesznek, vásárlóid is lesznek, és lesznek olyanok, akik most nemet mondanak, de fél év múlva, egy év múlva, két év múlva, öt év múlva jön majd egy telefon. Csörög a telefonod, és fölveszed a telefont, és egy olyan ember fog beleszólni, akivel négy éve, öt éve beszéltél, nagyon régen beszéltél, és egy kérdést tesz fel. Szia! Foglalkozol még az FLP-vel? A kérdés csak az, hogy akkor mi lesz a válaszod. Mert ő azt fogja mondani, figyelj, emlékszem még ezekre a termékekre, és sajnos a családban van egy nagyon komoly egészségügyi probléma. Lehet, hogy tudnátok segíteni. Vagy azt fogja mondani, szia barátom, említetted a hálózatépítést, és látom a példádon keresztül, hogy volt értelme neked ebbe belekezdeni, megváltozott az élethelyzetem, a körülményem, elvesztettem az állásomat, tudnál-e nekem segíteni, hogy én is olyan életminőséget éljek, mint amilyet te. Csak a kérdés, hogy amikor megcsörön a telefon, akkor mi lesz a válaszod? Foglalkozol még ezzel? Remélem az lesz, hogy igen, csak ezzel foglalkozom. Tehát ennyire egyszerű a hálózatépítés. A mi munkánk a keresés, minél több embernek mutassuk meg a lehetőséget, annál több vásárlunk, annál több munkatársunk, és annál nagyobb fizetésünk lesz, annál több fizetésed lesz, annál jobb életminőséged lesz. Nem hiába mondják, hogy ez, a, ez az üzleti tevékenység a nagyszámok törvényére épül. Nem a kis számok törvényére. Nagyon sokan statisztikát vonnak, konzekvenciákat vonnak tíz tájékoztatott ember után. Tíz embernél nem ugyanezek lesznek az arányok. Hogy ebből öt nemet mond, páran vásárolnak, és lesz üzlettársad. Ez a nagy számok törvényénél igaz csak. Mert lehet, hogy húsz tájékoztatott ember után is ott tart az, hogy még nincs üzleti ö, ö, indulód, de lehet, hogy a 21., a 22. és a 23. is tacsdobozzal indul, sőt lehet, hogy két tacsdobozzal indul. A nagyszámok törvénye mindenre igaz, és mindenkire igaz. Ezért végtelenül egyszerű ez az üzlet. És hagyd mondjam el, hogy ez egy amerikai cég, és nem tesz különbséget a, a jelenlegi gazdaságban dolgozó és élő emberek között, különböző országokban is foglalkoznak ugye ezzel a tevékenységgel, Svájcol, Ausztrálián keresztül, bárhol. És nézd meg a jelenlegi világot, én azt mondom, hogy azért egyedül álló az FLP, mert szinte egyedül van ilyen cég a világon, ahol elmondhatjuk azt, hogy esélyegyenlőség van. Hiszen, hogyha valaki nővérként dolgozik mondjuk Magyarországon, és hazavisz 80 ezer forintot napi 8-10 óra munka után, pár kilométerrel arrébb élne ez a nővérke mondjuk Svájcban, ugyanezért a munkáért 700 ezer forintot, vagy 800 ezer forintot fog hazavinni. De ezt Amerikától kezdve bármire levetíthetnénk. Ebben a vállalkozásban nincs jelentősége, hogy Romániában, Szlovákiában, Amerikában, Svájcban vagy Magyarországon élünk, ugyanazt a pénzt fogja nekünk fizetni, mint egy amerikai állampolgárnak vagy egy svájci állampolgárnak. Ez a jó hír. Ezért nagyon jó ez a vállalkozás, pláne nekünk itt Magyarországon és a környező országokban, hiszen. Itt az átlagbér nem olyan mondjuk, mint Svájcban. Mert lehet, hogy ők azt mondják, hogy ne haragudj már, de többet keresek ettől, mint amit most mondtál igazgatói szinten. Miért áldoznám még a szabadidőmet erre a tevékenységre? Itt négyszer-ötször több pénzt lehet keresni másodállásban, mint mondjuk a főállásban. Természetesen egy ideálisan kialakított struktúra esetén. Ehhez tőkére van szükségünk. Ahhoz, hogy ezt a vállalkozást elkezdjük, nem olyan tőkére van szükség, mint egy KFT-nél aportként beviszünk pár millió forintot, hanem ebben a vállalkozásban a te tőkéd, az az időd és a kapcsolatrendszered. Ezt nevezhetjük névlistának is, kapcsolati tőkének, ehhez megfelelő eszközök állnak a rendelkezésünkre, hogy összeállítsuk ezt a bizonyos kapcsolatrendszert mindenféle szelektálás nélkül. Föl kell írni a szegényt, a gazdagot, föl kell írni az iskolázottat, a nem túliskolázottat, föl kell írni mindenkit, akit életünk folyamán megismertünk, mert mindenki mögött, ott van plusz, még 200-400 ember, még a mögött is, akire úgy gondolsz, hogy ő biztos, hogy még egy lipszet se venne meg, de lehetséges, hogy ott van mögötte 3, 4, 5, 8, 10 olyan ember a közvetlen környezetében, aki menedzser tudna lenni ebbe a, ebben a, 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 a rendszerben. Nagyon fontos az, hogy ne szelektáljunk, a meghívásnál meg fogjuk majd tenni ezt a szelektálást. Én szoktam alkalmazni egy olyan névlistát, mert nagyon sokan, akik kezükbe veszik a névlista füzetet otthon, és elkezdik írogatni a barátaikat, ismerőseiket, nagyon sokszor szelektálnak, és tényleg csak azokat merik fölírni, akik hasonló társadalmi helyzetben vannak, mint ők. Lehet, hogy a magasabban kvalifikált embereket nem. Szoktam alkalmazni egy úgynevezett irányított névlistát is, amit majd kéri esetleg a szponzorottól, felső vonalattól, egy olyan irányított névlistát, amin szakmák szerepelnek. A fodrásztól, a kozmetikuson keresztül a tanár, a zöldséges, a tüzépes, a tévészerelő, a számítógépszerelő, ovónő, és stb. 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 Hogy egy picit irányítottá tegyük az ő részére ezt a névlistát, mert lehet, hogy lehagyná ezeket az embereket, mert nem olyan közveti, közvetlen baráti kapcsolatban van, viszont számodra nagyon-nagyon értékes vállalkozók, nagyon-nagyon értékes üzletemberek lehetnek, akik, hogyha megismerik ezt a lehetőséget, látnak egy más dimenziót, és azt mondják, hogy igen. De lehet, hogy nem. Ez a nagy számok törvényére épül. A meghívás a szélesítésnél, én azt gondolom, hogy a kulcsa annak, hogy tovább lépsz, hogy hónapokon keresztül, éveken keresztül fogsz ezzel foglalkozni. Ha a meghívást valaki jól csinálja, akkor jó eredménye lesz. Ugyanis a meghívásnak az az eredménye, hogy ott ül majd veled szembe a partner. És ha valaki ott ül majd veled szembe és a szponzoroddal szembe, akkor lehetőség van megmutatni neki a Forever létezését, a termékpalettát, az üzleti lehetőséget. És már is alkalmaztad az üzletépítésünket, a nagyszámok törvényét, ott van a lehetőség. Én a sikert nem abban mérem, hogy elindul-e valaki az üzletben, hanem abban mérem, hogy megtudtam-e valakinek mutatni az üzleti lehetőséget. Nagyon fontos, hogy a, a, meghívás személyre szabott legyen, és bízza a szponzorodban, hallgass a felső vonaladra, hallgass a CD-ket, olvasd a könyveket, de ha lehet a névlista írás is, főleg a szponzorral együtt történjen az első 20-30-40-50 nevet együtt írjátok le, és a meghívásokat is együtt csináljátok az első időszakban, hogy tudjon neked segíteni, hogy ki tudjon javítani, hogy azokat az inger szavakat ne használd, aminek az lesz a következménye, hogy nem jön létre a találkozó. Fogadd el a segítséget, hiszen, hiszen ebben a szakmában ő sokkal sikeresebb, ő vagy esetleg az ő szponzora, ő felső vonala. Ezért nagyon fontos, hogy a meghívásra nagy hangsúlyt fektessünk, hiszen a mi célunk az, a te célod az, hogy minél több ember ismerje meg az FLP létezését a környezetedbe, és ha jó a meghívás, akkor nyert ügyed van, mert akkor létre fog jönni a találkozó. Meghívást nyilván lehet családi tájékoztatóra, nyílt információs esre, és lehet személyes találkozóra is. Kiváló hanganyagok vannak ezzel kapcsolatban. Tóth Sándornak keressétek a CD-jét a, a tájékoztatókkal, termék- és marketing tájékoztatóval kapcsolatban. Fontosnak tartom a statisztikákat, az adminisztrációt. Én egy picit személyiségtípusomból eredően is erre odafigyelek, de mindenkinek javaslom azért, hogy későbbiekben vissza tudjon nyúlni ehhez a listához, a meghívási listához, vagy a marketing kontroll laphoz, mert lehetséges, hogy fél év múlva, egy év múlva már elfelejtette a barátjának a telefonszámát, vagy nem tudja, hogy hova írta fel, és fontos nyilván tartani, hogy kit hívsz meg, mit mondott, legyen erről egy dossziét, hiszen komolyan gondoljuk ezt a vállalkozást, nem csak, nem csak érdeklődők vagyunk, és nem csak három hónapot szeretnénk itt eltölteni, hanem éveket, évtizedeket, ezért ez egy ugyanolyan fontos dolog, mint a leltár a vállalkozásokban, mint akár a pénztárgép, ezek nagyon fontos dolgok, és erre érdemes odafigyelni. Ilyen meghívási nyilvántartó lap lesz majd a szponzorodnál, felső vonaladnál is. Aztán a marketing terv és a terméktájékoztató, tájékoztató, ahogy az előbb említettem, háromféle is lehet, családi tájékoztató, nyilvános tájékoztató és egy, egy 2 per 1-es, egy személyes beszélgetés is. Nagyon fontos, hogy az első időszakban ezt a szponzorral végezzük, és igazából a mi feladatunk az pusztán annyi, hogy hallgassunk, mosolyogjunk és bólogassunk, Természetesen nagyon fontos, hogy felépítsük ezt a szemét, hiszen már hallhattuk, hogy a felépítésnek mekkora jelentősége van. Ha jó a felépítés, akkor nem sokat kell mondani már a személynek, a szponzornak, mert a felépítésnek akkora ereje lesz, hogy annak a személynek, aki ott ül veled szembe, kiderül azonnal számára a kompetencia, kiderül a tudás, kiderül az, hogy ez egy nagyon sikeres ember, érdemes ráfigyelni, és nyitott füllel, nyitott szemmel fog majd ott ülni veletek szembe, vagy akár végighallgatni egy tájékoztatót. A családi, a kettő per egy, a nyílt info, én azt gondolom, hogy mind a három fontos eleme ennek a vállalkozásnak, és párhuzamosan mind a hármat folyamatosan alkalmazni kell. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy még három év múlva is családi bemutatókat, tájékoztatókat szervezel a te lakásodon. Párat fogsz csak a saját lakásodon, viszont a mélységben ezt viszitek tovább, és a mélységépítés fogja majd igazából meghatározni az üzletet nagyságát, stabilitását és a, a pénzt, amit te keresel. Fontos, hogy milyen eszközöket használunk, és a tájékoztató végén mit visz haza, nem csak élményt, érzéseket, hanem milyen eszközöket, milyen kiadványokat visz haza majd ez a jelölt. Érdemes egy exkluzív fehér foreveres dossziéba beletenni a termékkatalógust, akár a hogyan tovább füzetet, egy aktuális újságot, egy CD-t, egy DVD-t, hogy otthon is kaphasson még élményeket, érzéseket, behatásokat, hiszen nagyon sok esetben a párok lehetséges, hogy egyedül jönnek csak a férj, csak a feleség, és ugye amikor hazamegy az illető, mire számíthat? anyukám adjad ezt a hülyeséget. Hát, téged is be akartak szervezni ebbe a, ebbe a piramisrendszerbe. És egy befolyásolási környezetbe fog hazamenni, és hogyha te még tudsz neki adni eszközöket, akkor ezt együtt át tudják nézni, és már ő meg tudja neki magyarázni, hogy figyelj csak, olvassuk el ezt, hogy ez miért nem piramisrendszer. Olvassuk el, hogy miért nem kell ehhez sok pénz. Itt van leírva. Segítség. Használd ezeket az eszközöket. Gondolj bele, hogy te otthon ülsz, nézed mondjuk a vagy a, 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 a hölgy, vagy akkor a párodat. Mást akartam mondani, egy dobozt, ugye, ami, amit uh, kiteszünk, a, vagy már most már falra tesszük, most már mi szekrénybe tesszük, ugye, vagy szekrénybe tesszük a tévét. Uh, tehát, amikor otthon vagy, akkor a kedvesed, aki nem hallotta ezt az információt, előítéletekből tud táplálkozni. Az ő véleménye nem ugyanaz, erről a vállalkozásról, mint annak a személynek, aki ebből él. A mi feladatunk az, hogy megmutassuk a másik oldalt, de ha csak egyik félnek tudtuk ezt megtenni, akkor fontos, hogy ezt az eszközt használja, CD-k, DVD-k, újságok, könyvek, azért, hogy ott ne legyen egyedül. Mert te nem tudsz hazamenni vele, te nem tudsz elvenni, elmenni vele a lakására, de el tudod vinni az eszközt. És otthon nézitek egymást, vagy nézitek a tévét, és gondolj bele, hogy 50-100 lakásba dolgozik a te eszközöd. Ezért érdemes az eszközökhöz hozzányúlni, amikor te otthon vagy, de ezek az eszközök ki vannak adva, ott vannak az emberek nappaliába vagy a kezébe, akkor dolgozik akkor is, amikor te éppen effektív nem építed az üzletet. Nagyon fontos, hogy ne csak a, a meghívásoknak a az adminisztrációja e, legyen meg nálad, hanem a marketingeknek, a tájékoztatóknak is az adminisztrációja a kezedben legyen, hiszen későbbiekben így tudsz visszakanyarodni, hogy kit tájékoztattál, hol tájékoztattad, mit mondott, hogyan reagálta le. Nagyon fontos, hogy használjuk ezeket az eszközöket, e, hiszen fél év múlva, egy év múlva lehet, hogy már kipipáltad a névlistádat, de vissza tudsz térni azokhoz, akik az első körbe nemet mondtak e, ugye, a lehetőségre. Aztán a visszakeresés e, én azt gondolom, hogy még fontosabb lépés, mint a, mint a meghívás. Ebben kiváló eszközök állnak szintén a rendelkezésünkre. A legjobb, Halmi Istvánnak az utótalálkozó a visszakeresés, a hogyan találkozó CD, ezt használjuk, hiszen itt, itt profi információkat kapunk olyan embertől, aki ebből él, és az egyik legsikeresebb ma ebben a szakmában. Használjuk, hogy milyen technikák vannak. Kanyarodjunk vissza, ugye a visszakeresésnek mi lesz az eredménye? A visszakeresésnek az lesz az eredménye, hogy valaki vásárló lesz, valaki üzlettárs lesz, és valaki nemet mond majd. Nem tudod befolyásolni, információkat tudunk számára átadni, a nyitottak velünk fognak tartani. Ez a statisztika, én azt gondolom, hogy azért fontos, hogy az első pillanatban, amikor elindul valaki ebben az üzletben, tudatosítsa saját magában, vagy tudatosítsuk a munkatársak fejében, hogy nem meggyőzés a mi feladatunk, hanem keresés a mi feladatunk, a nyitott gondolkodású embereket keressük. Mi a visszakeresés eredménye? Ha lehet, regisztráció néhány termékkel, de a legjobb nyilván, hogyha egy tasdobozos ö, ö, belépés mellett dönt az illető. Aztán használhatjuk ezeket az eszközöket, amiről az előbb beszéltünk, a startfüzetet, Nógrádi Bence könyvét, Donfaila könyvét, a 45 másodperces prezentáció, ami megváltoztatja az életedet, használjuk a CD-ket, rögtön ültessük rá erre a, a folyamatra őt. Aztán következik a mélységépítés. Két jó hírem, Én nem, bocsánat, van egy jó hírem, és van egy rossz hírem. Egy nagyon jó hírem, és egy nagyon rossz hírem. Melyiket mondjam először? A rosszat? A jót és a rosszat halljuk. Elmondom, hogy mi a jó hír. Ebben a vállalkozásban a te munkatársaid azt fogják csinálni, amit te csinálsz. A rossz hír viszont az, hogy ebben a vállalkozásban a te munkatársaid azt fogják csinálni, amit te csinálsz. Van, akinek ez jó hír, van, akinek ez rossz hír. De ez egy nagy titka a hálózatépítésnek. Ezért fontos, hogy példával járjunk elő, ezért fontos, hogy jól csináljuk azt, amit csinálunk, hiszen mindegy, hogy mit csinálsz, de másolódni fog az üzletépítésed folyamán. Sokszor abba a hibába esünk, hogy a névlistánkon komoly kaliberek is szerepelnek, komoly nagyvállalkozók, polgármesterek, orvosok. Ők mind-mind komoly emberek valóban, és néha egy kicsit megremeg a lábunk, amikor őket meg kell hívnunk. De lehetséges az, hogy egy-egy olyan ember, akire úgy gondolunk, hogy ő biztos, hogy be fog indulni, ő elindul, és három hónap alatt itt menedzser lesz, és szétvágja a világot, lehet, hogy nem így lesz, és el fog minket melegebb éghajlatra küldeni. És ez nagyon rosszul fog esni. Ezért az a javaslatom, hogy ne személyekben gondolkozzunk, hanem mennyiségben. Ne személyekben gondolkozzunk, hanem mennyiségben. És ez ahhoz fog vezetni, hogy nem fogsz nagyot csalódni emberekben, nagyon sok esetben, ugye a közeli barátainkban, rokonainkban, ismerőseinkben tudunk nagyot csalódni. Ezt az üzletet negyed évente újra és újra érdemes elkezdeni. Negyed évente. Nézzünk meg egy hagyományos vállalkozást, egy vállalatot, hogyha fölépít valaki minél több időt el, minél nagyobb ez a vállalat, minél többen dolgoznak, annál komolyabb feladatai, anyagi feladatai, munkafázis feladatai vannak egy vállalkozónak, és egyre nehezebb végezni, egyre nagyobb a nyomás, egyre több mindenre kell odafigyelni. Ez a vállalkozás úgy működik, hogy minél előbbre vagy ebben az üzletben, minél előbbre haladtál, minél több időt töltöttél, minél nagyobb a forever hálózatod, gyakorlatilag annál könnyebb végezni, hogy mindig ugyanazt kell csinálni. Mindig az első lépéseket, mindig a szélesítés, mindig a mélységépítés, a te feladatod, és nem mindig ugyanott, hanem mindig más munkatársnál. Duplikálódsz, duplikálódni fog a te üzleted, és nem mindegy, hogy hogyan duplikálódik. Nem mindegy, hogy a jó másolódik, vagy éppen a, a rossz másolódik. Mivel ez a statisztika, amiről beszéltünk itt, nemeket is tartalmaz, ezért fontos tudatosítani a munkatársainkba, hogy a nemek, közele fognak vinni minket az igenekhez. A nemek egyre közelebb visznek a cél eléréséhez, akár ez egy menedzseri szint, akár anyagi cél, hiszen ugyanolyan szerves része az üzletépítésünknek a nem, mint az igen, hiszen láthattátok nagyságrendileg, ugye 50% az, az első körben lehet, hogy nemet fog mondani. A mélységi építés fogja meghatározni azt, hogy ki mennyi pénzt keres, kinek milyen stabil üzlete van. Nagyon fontos, hogy harmóniában legyen a szélesítéssel. Az első körben a munkatársaknak az a feladata, újoncként, amatőrként, hogy figyelje a szponzort, tanuljon, hallgassa a CD-ket, olvassa a könyveket, jöjjön rendezvényekre. És másolja le azt, amit a szponzor csinál, végezzen azokat a feladatokat. De ahogy telik múlik az idő, egyre nagyobb rálátása lesz, egyre több mindent fog tudni, és egyre nagyobb lesz a rutinja. Fontos az, hogy leckeszerűen dolgozzunk a munkatársaink, munkatársainkkal, és hogyha az első családi tájékoztatókon, marketing tájékoztatókon találunk érdeklődőket, akkor úgy kezeljük őt, mintha frontunk lenne. Nézzük meg itt ABC D és E meghatározásokkal. Az A a te frontod, a B a második mélység, és így tovább. Ha az A munkatársadnál dolgozol, családi tájékoztatóval általa, kezdődik általában az üzletépítésünk. A családi tájékoztatón egy-két ember azt mondja, hogy igen, engem érdekel. Nevezzük őt B-nek. A tájékoztató végén fontos, hogy a szponzor azzal az emberrel dolgozzon, aki, aki különböző jeleket mutat felé, hogy őt érdekli aki a legérdeklődőbb. Fontos, hogy fölkarolja őt a szponzor, és a szponzor megbeszélje vele a következő lépést, ami szintén egy tájékoztató lesz az ő nappaliában. Ő lesz a B, ő lesz a második mélység. Figyelni kell a munkatársnak, a front munkatársnak, hogy mit csinál a szponzor, hogy ezt majd ő is le tudja másolni. Egy-két héten belül két, három, négy, öt mélységig is el lehet jutni, hogyha ezt jól csináljuk. Nyilván megfelelő létszám, az feltétele annak, mert a családi tájékoztatón, ha egy ember ül, akkor igen kicsi az esély arra, hogy rögtön egy, egy indulóval találkozzunk. De ha mélységbe tudunk dolgozni, azzal tudod az üzletedet stabilizálni. Mennyien örülnének most annak, hogyha öt különböző vonalom lenne négy pontos aktivitású munkatársuk fronton, és mindegyik munkatárs vonalán négy mélységig szintén lenne aktív munkatárs. Öt vonalon gyakorlatilag 20 pont, 20-20 pont a 100 pont non-menedzseribe. Az havi fizetés tekintetében 1 millió forint. Nagyságrendileg. Sokan örülnének ennek? Nagyon sokan azért hagyják abba az üzletépítést, mert nem dolgoznak mélységbe. A szélesítés hihetetlen fontos, és ez, ez a titka, hiszen amíg nincs szélességed, nem tudsz mélységbe dolgozni, és talán egy példával lehetne ezt szemléltetni, hogy Biztos jártatok már erdőbe, én különböző ösvényeken. És ugye nem tudsz letérni az ösvényről, mert a csipke bokor kiszakítja a ruhádat, megkarcol, mindig azon az ösvényen kell haladnod. De milyen az, amikor egy tíz sávos autópályán mész autóval? Ugye Magyarországon nincs is ilyen, de akinek volt szerencsé Amerikába ezt kipróbálni. Amikor tíz sávos autópályán, bármelyik sávba közlekedhetsz, milyen szabadságot ad? Olyan a szélesség is, mintha ha egy vonalad van, mintha egy ösvényen mennél, nagyon figyelni kell, hogy nehogy a bokrok megszúrjanak, de ha széles vagy, akkor olyan, mintha egy autópályán mennél, és olyan gyorsan is tudsz haladni, mert az ösvényen nagyon lassan tudsz csak haladni. Ezért fontos a szélesítés. De ha nincs mélységépítés, akkor nem lesz stabil fizetése és stabil üzlete az embernek. A, a mélységet kizárólag te tudod építeni. A mélységépítés a te feladatod. Amikor munkatársaid vannak, frontmunkatársaid, nem bízhatod rá a mélységépítést. Sokan kérdezik, hogy de meddig dolgozzak mélységbe? Hány vonalon, hány mélységi? Kettő, három, öt? Vagy inkább úgy határozok meg, hogy milyen szint eléréséig? Amikor már supervisor nem menjek tovább vele? Vagy menedzseri szintig segítsem? Igazából ezt nem lehetne konkrétan megfogalmazni, hogy milyen mélységig dolgoz vele, és hogy milyen szintig dolgoz vele, mert az, az adott személy, az adott attitűd, az adott hozzáállása fogja meghatározni ennek a személynek. Vannak olyan munkatársaid, akiket szupervázori szinten már elengedhettél, és azt tudták csinálni, amit te csinálsz. Vannak olyan munkatársaid, akit még menedzseri szinten is segíteni kell, és még a mélységet is építeni kell. Nem lehet ezt különvenni, hogy eddig dolgoz vele természetesen én azt szoktam mondani, hogy addig dolgoz egy vonalon, amíg a te frontod, vagy a második mélységed, akit frontnak tekintesz, ugye, hogyha a frontod nem olyan ügyes, vagy nem annyira aktivizálja magát, addig dolgozott mélységbe, ameddig az a személy, akivel te kulcsemberként dolgozol már, mint ő a kulcsember, ugyanazt nem tudja elvégezni, ugyanazokat a feladatokat, amiket te Elvégeztél az ő vonalán. Ez azt jelenti, hogy ő is a frontjainál, ő is a mélységében ugyanazt a feladatot már tudja végezni, tehát mélységet tud építeni. Hogy ezt időben határozzuk-e meg szintben, vagy mélységben, ezt igazából így nem lehet fölvállalni, ezt nem lehet így megfogalmazni. Mégis a mélységnek és a szélességnek harmóniában kell lennie, ahogy Miklósra konzultáltam, nagyon sokunk örülne. Talán mindenki örülne a világon olyan üzletnek, mint amilyennel ő rendelkezik, mint amilyet ő vezet. 25 vonalon van menedzsere, és képzeljétek el, még 25. mélységben is van menedzsere. Hogy milyen harmóniát alkot ez az üzlet? Akinek 5 vonalon van mondjuk menedzsere, van-e 5. mélységben menedzser? Rettentő fontos az, hogy odafigyeljünk ennek az egyensúlyára. Természetesen, a mélységépítésnek vannak apró taktikái, aprók is lépései. Fontos az, hogy soha ne dolgozz egyedül. Amikor mélységet építesz, mondjuk a B munkatársnál dolgozol, aki második mélységed, nagyon fontos, hogy ott legyen az A munkatársad a frontod. Azért, hogy lássa azt, hogy te mit csinálj, megtanulja azt. Sőt, fontos, hogyha te mondjuk a felső vonaladnak, a komoly vezetőnek második, harmadik, negyedik mélysége vagy, fontos, hogy előkészítsd az ő munkáját, segítsd az ő munkáját, ne a szponzornak, a felső vonalnak kelljen elmagyarázni a házigazdának az, hogy mi a felépítés lényege, hanem te már, mint vezető, mint szponzor közreműködj, és te segíts ebben, segítsd a, a házigazdát instrukciókkal, akár leírni, hogy hogy kell felépíteni a vezetőt. Fontos, hogy, hogy szerepet vállalj, hogy lássa egyrészt a mélységi munkatársad az, hogy te vagy a szponzor, te vagy a felsővezető, a te szponzorod, aki neked segít a felsővezetőd, az pedig azt lássa, hogy érdemes veled dolgozni, mert aktív vagy, kulcsember vagy, és olyan jeleket mutatsz, aminek az az eredménye, hogy sokáig fog veled dolgozni. Hiszen aki nem mutat aktivitást, akire úgy kell rábeszélni egy CD-t vagy egy rendezvényt, nem hiszem, hogy oda fog sok munkát tenni a szponzor, a felső vezető, mert inkább olyannal dolgozik, aki állandóan hívja, naponta ötször hívja, zaklatja, hogy milyen CD-k vannak, mikor lesz a következő rendezvény. Az ABC módszerről biztos, hogy nagyon sokan hallottatok már. Egy pár gondolatot engedjetek meg ezzel kapcsolatban. Az ABC módszer az a tájékoztatók tartására vonatkozó módszer, Mihály Strahovicnak kiváló anyagai vannak ezzel kapcsolatban, a hatékonyságban tud neked segíteni. Hiszen nem mindegy az, hogy valahol tartasz egy tájékoztatót, ahol mondjuk öten ülnek csak előtted, és ez 200 kilométerre van a lakásodtól, hogy ott öt emberül, vagy 30 ember fog ott ülni, nem ugyanaz lesz az eredmény. És számodra nagyon-nagyon fontos jelentősége van az időnek és a hatékonyságnak. Az ABC módszer azt jelenti, hogy az A munkatársadnál, a frontodnál, amikor tartod a, a tájékoztatót, akkor még nincs mélysége. De rögtön az első tájékoztató után valószínűleg lesznek érdeklődők, és mondjuk ő lesz a B munkatárs a második mélység. Már meg is beszéljük, hogy egy-két nap múlva akkor nála tartjuk ezt a tájékoztatót, és megkérdezzük tőle, hogy nem gond, hogy a jelenlegi házigazda, ahol most te ősz, eljönne oda, erre a rendezvényre, erre a tájékoztatóra. Persze, persze, nem gond, hogyha hozna magával vendéget, de hogy is, hát ő örül neki nyilván, hiszen ő ment el hozzá. Amikor a B munkatársnál megtartjuk a tájékoztatót, nyilván ott is lesznek érdeklődők, nevezzük most őt C munkatársnak harmadik mélységed. És ez lehet, hogy egy hét leforgásán belül fog megtörténni, és már rögtön harmadik mélységnél tartunk. A C munkatárs, aki, aki érdeklődést mutat, és ez fontos, hogy érdeklődést mutasson, ne pedig. Te préselt ki belőle ezt az érdeklődést. A C munkatársnál is tartunk egy tájékoztatót, ahová már a B és az A munkatárs is hoz vendégeket, ezért hatékonyan tudunk dolgozni. Nagyon fontos, hogy ott már vonjuk be őket ebbe a munkába, különböző feladatokat adjunk, hogy ő ezt ugyanúgy meg tudja mélységben majd tenni. Ha mélységet építünk, mindig a Legmélyebben lévő munkatársat használjuk fel a frontunknál. Ez azt jelenti, hogy mind motivációként, például ha már e, tehát negyedik, ötödik mélységig is lementünk, A, B, C, D, E, lementünk mélyre, akkor lehet, hogy az ötödik mélységes munkatársal dolgozol most, és ugye fölötte még három-négy olyan munkatárs van, aki érdekelt az ő sikerében, ezért eszközként is tudott használni a mélységi munkatársat, hogy motiváld őket, hogy figyelj, én dolgozom a te munkatársaddal, építek egy mestervonalat, mindig a legaktívabb munkatársak, ez nem egyenes, mindig a legaktívabb munkatársa dolgozzon a felső vonal, aki a, a leg, legügyesebb, aki a legtöbb kérdést teszi fel, akinek a legerősebb és legnagyobb céljai vannak. Igazából nyilván ez nem azt jelenti, hogy a célfüzetben minél nagyobbat írjunk le, hanem ez ott van az ő szemébe, ez ott van az ő kisugárzásába. Egy mester vonalat épít a szponzor, és tudod bíztatni a munkatársaidat, akik érdekeltek az ő sikerébe, hogy figyelj, a te feladatod ugyanaz, mint amit az első időszakban mi csináltunk, a szélesítés. Nem tudok mindenhova már elmenni veled, hiszen látod, én már a te munkatársaidnál lent, mélységben is dolgozom, de tudjuk használni a nyilvános rendezvényeket. Tudjuk a nyílt infót használni. Ha jól fölépíted a rendezvényt, ha jól fölépíted a vezetőket, akkor ott lehetőség van arra, hogy mi visszahépítsünk, és ezekkel az emberekkel beszélgessünk, és egy, egy, élményt, egy érzést vigyen haza arról a rendezvényről, aminek az az eredménye, hogy ő vagy elindul, vagy nem indul el. Természetesen itt a nagyszámok törvénye ugyanúgy működni fog attól, hogy valaki eljön egy nyilvános tájékoztatóra, mert én biztos, hogy elindul. Viszont nem tudsz mindenhová elmenni, nem tudsz mindenkivel dolgozni, hiszen ha már ötödik mélységben vagy mindenkinél öt vonalon nem tudsz dolgozni, mert ez fizikai képtelenség, de mire te már elmész mélységbe, annyi impulzus érte a te munkatársadat, a te frontodat, vagy második mélységet, annyi tájékoztatón volt, annyi CD-t hallgatott, hogy ezt már ő is meg tudja tenni, a saját kis sztoriát el tudja mondani. A marketing, a terméktájékoztató nem bonyolult laptopon keresztül, vagy a, vagy a lapozgatós könyvön keresztül ezt meg lehet tenni, vagy a határidő naplón keresztül egy komplett tájékoztatót lehet tartani, ahol, ahol cégfelépítés, termék és marketing tájékoztató is ugye megtalálható, és utána nyomatékként el tudja hozni a nyilvános tájékoztatóra, vagy egy jakapszállási szemináriumra, vagy egy sikernapra, vagy egy regionális start És nagyon fontos, hogy a legmélyebb ponton add el a rendezvényt és a rendezvény rendezvényjegyet. Sokszor előfordult az, hogy fölhívtuk a munkatársainkat, a front munkatársainkat, hogy te sikernap lesz. Jössz akkor a sikernapra, mennyi egyet. Át, figyelj ide, most a ballagások jönnek, tudod, egy hónap múlva lesz, már készülni kell rá, meg most lett vége a karácsonynak, és jönnek a nyafogások, jönnek a kifogások. És ha ezt nem így teszed, nem a front munkatársaidat hívod fel, hanem mondjuk ötödik mélységbe fölhívod azt a munkatársat, akivel te kapcsolatban vagy, és elmondod neki, hogy Béla, egy olyan rendezvény lesz most, hétvégén, ami gyökeresen tudja megváltoztatni az életedet. Látod, én ennyi és ennyi ideje foglalkozok ezzel a vállalkozással, ilyen és ilyen eredményeket értem el, ilyen fizetésem van és ilyen életkörülményeim vannak. Én ezt annak köszönhetem, hogy annak idején eljöttem egy rendezvényre. És azt tette fel az íre a pontot. Barátom, olyan előadókat fogsz ott hallani, és fölépíted az előadókat. Figyelj, ha nincs még programod, gyere el, és arra biztatlak, hozd el a párodat, és hozzel egy-két érdeklődőt, egy-két barátot, egy-két ismerőst. Ha már van programod, akkor mondd le. És gyere el, mert ezen rengeteg múlik. És ez az ember, akivel te ötödik mélységbe dolgozol, százszor jobban fog tisztelni, mint a frontod. Mert a front lehet, hogy a te ismeretség körödből jött ki, de aki már negyedik, ötödik mélységbe van, ott te az igazi vezető vagy, a sikeres ember, akire jobban felnéz, mint mondjuk a front munkatárs. És biztos vagyok benne, hogy jó pár embernél jegyrendelés fog történni. Na de mi történik ilyenkor? Fölhívod a negyedik mélységben lévő munkatársat, nem megkérdezed, hogy jössz a rendezvényre, hanem a lelkesedéstől majd kiesik a másik oldalon a telefon az illetőnek a kezéből. Józsi, hogy gratuláljak! Hat jegyet rendeltek a munkatársaid mélységből. Hat darab jegyet. Nem mondod, komolyan mondod, Hat? Te hány ember fogsz elhozni? Vagy nem maradsz szégyenbe. Hát figyelj, de hát fölépített szintén a rendezvényt. Ő rendel még négy jegyet. Fölhívod a harmadik mélységes munkatársat. Gizi, figyelj, ülsz, vagy állsz? Állsz, üljél le. Figyelj, tíz jegyet rendeltek a munkatársaid mélységbe a sikernapra. Nem, komolyan mondod, szponzor. Hát akkor, hát akkor nekem ugyanez megtörténik, és ott tartasz, hogy föl kell hívnod a front munkatársadat. Zoli, Hagyj gratuláljak, barátom, jelenleg 25 jönnek a csoportotból a sikernapra. De ha megtetted volna úgy, hogy fölhívod őt, akkor a nyafogás, a kifogások, nyilván nem biztos, mert lehet, hogy olyan kulcsember, hogy alapból elhozna 25 embert, de ha alulról indulsz, a felépítéssel, a rendezvényre való ö, ugye, eljövetel a mi szakmánkba, a legfontosabb dolog, hiszen a rendezvények építik az üzletet. Egy nappaliba, egy kávézóba nem tudod megmutatni a forever nagyságát, ott nem tudod megmutatni a szponzorodat, ott nem tudod megmutatni az autóját, az utazásait, a 13. havi fizetését, vagy a havi bónuszát. Nem tudod megmutatni, ehhez egy rendezvényre van szükség. A rendezvényekre épül ez a vállalkozás. A mélységépítés az a világ legélvezetesebb dolga. Mélységet építeni, új embereket megismerni, segíteni másoknak eredményeket elérni, egy fantasztikus dolog. Ez a vállalkozás nem úgy működik, mint a civil életben rengeteg vállalkozás, hogy elnyomni a konkurenciát, eltaposni és nekünk a legjobbnak lenni és, és könyökölni, hanem ez a vállalkozás úgy működik, hogy te csak akkor lehetsz sikeres, ha más embereket hozzásegítesz a sikerhez. Csodálatos dolog. Ezért a szélesség a saját kapcsolatrendszerből fog nyilván az első körbe kialakulni, Későbbiekben már olyan szélességed is lesz, akiket lehet, hogy nem ismertél, mert a munkatársaidnak az ismerősei voltak, de ő lehet, hogy már nem annyira aktivizálja magát. De lesz egy szélességed, de hátradőlni, igazán élvezni az életet, és a jogdíjasok életét, akkor fogod majd megtenni, akkor fogod tudni megtenni, ha nagyon stabil mélységed lesz. Minden ösztönző program erre van kiélezve. A porecsi ösztönző program, az eagle a profit sharing, hogy szélesíts, hozz be új embereket, a szélesítés második eleme a mélységépítés. De ezt ugyanúgy kell végezni, mintha szélesítenél. Ugyanúgy kell dolgozni mélységben is, mintha szélességben dolgoznál, fronton dolgoznál. És amikor már egy pár hónapot eltöltött az ember itt, akkor fontos, hogy figyeljen a részletekre, fontos, hogy betartson néhány szabályt, amit nem is neveznék írott törvényeknek, de olyan Tanácsok inkább talán így lehetne a legjobban megfogalmazni, amiket érdemes betartani. Én összeírtam 12 pontot, amit csak érintőlegesen felolvasnék. 12 olyan pontot, hogyha ezt te ki tudod pipálni, akkor nagyon gazdag leszel, nagyon sok pénzt keresel, és hihetetlen sikeres emberré válsz. Ha ezt a 12 pontot te ki tudod pipálni, lehetséges, hogy most első körben nem tudsz mindenhez pipát tenni. De én ígérem, és a Berkics Miklós is ígéri, ha te mind a 12 pontnál egy pipát fogsz tudni tenni majd a hónap végén, akkor te már egy sikeres ember vagy, aki sok pénzt keres, és emberek százai, ezrei fogják majd a te nevedet skandálni egy-egy rendezvényen, tisztelni téged, és követni téged. Ez a kulcsembernek egy kicsit kibővített változata százszázalékos termékhasználó legyél, nem fejtem ki, hogy mit jelent, ugye mindenki tudja, hogy használja azokat a termékeket, amiket alapvetően máshol is meg tudna venni, de a saját üzletéből használja, hiteles legyen. Legyen 10-15 állandó törzsvásárlója, nem egyszer legyen 10-15, és aztán majd 5 év múlva is ugyanaz, hanem folyamatosan legyen, legalább havi 15 terméktájékoztatót tartson, minimum, tehát aki nagy célokat tűzött ki, az egy kicsit azért ettől többet, Aktív legyen minden hónapban, tehát négy kreditpont legyen, Ugye mögötte, hallgasd a CD-ket, minden nap, hogyha lehet, hallgass CD-t, nem Zámbó az is jó biztos, hanem üzleti CD-ket, Berkics Miklós, Halmi István, Tóth Sándor és azoknak a, a vágási arank, azoknak a nagyvezetőknek a CD-t, akik már fölépítették ezt az üzletet, akik már túl vannak azokon az eredményeken, ami neked még csak az álmod. Havonta legalább olvass el egy üzleti könyvet, senki ne ijedjen meg ettől a felsorolástól, ezek nem törvények, ha gondolod, betarthatod, nézzük meg, hogy mi lesz az eredmény, ha mind a 12 pontot ki tudtad pipálni. Mindenki megkapja ezt a powerpointos anyagot, akinek szüksége lesz rá, illetve aki a CD-t hallgatja, kérje el majd a felső vezetőjétől ezeket az anyagokat. Részt vesz minden rendezvényen, amit a felső vonala szervez, hiszen ez az üzlet a rendezvényekre épül, konzultál, ha lehet szinte minden nap, akár telefonon, de legalább egy héten egyszer egy személyes konzultáció legyen annál az embernél, aki éppen szintet szeretne lépni, vagy valamilyen ösztönzőt szeretne teljesíteni. Jól használja a felépítést, az egyik titka a vállalkozásunknak, a hálózatépítésnek, hogy jól használjuk a felépítést, és ez nem csak személyekre vonatkozik, hanem rendezvényekre, eszközökre és szinte majdnem mindenre. amivel mi dolgozunk és amivel találkozunk. Nem keresztvonalazik, ez azt jelenti, hogy nem beszéli meg az üzleti fogásokat, technikákat olyan munkatársakkal, akik nem az ő vonalában dolgoznak lefelé vagy fölfelé. Az ösztönző programok résztvevője, nézzük meg, hogy rajta vagy mondjuk a Porecsi ösztönzőn, nézzük meg, hogy mondjuk dolgozó leha menedzser vagy az igőmenedzseri ösztönzőn, nem panaszkodik, hanem dolgozik. Kedves barátaim, meg lehetne azt most tenni, mint amit Gidófalvi Attila annak idején megtett, és akkor álljon fel mindenki, ne álljon fel, álljon fel mindenki, és nézzük meg, hogy mikor ülünk le, melyik pontnál, melyiket nem pipáljuk ki. Én garantálom nektek, ha el odáig jutni, hogy ezt a 12 pontot mindet kipipálod egy hónap végén, te már nagyon közel jársz a célodhoz, te már sok pénzt keresel. De ezt őszintén kell venni. Tehát nem beleolvasok egyszer egy könyvbe, nem egy hónapban egyszer egy CD-t meghallgatok, hanem komolyan kell venni. És ha ott tartasz, hogy mind a 12 pontot kipipáltad, akkor jó úton vagy, akkor sok pénzt keresel. És a titok két szó az én értelmezésembe, és az én gondolkodásomba, de ahogy a házigazdák már beszéltek erről, ez el is hangzott. Én azt gondolom, hogy a hozzáállás és a mennyiség fogja meghatározni azt, hogy mennyire leszel sikeres, hogy mennyi időt töltesz el ebben a szakmában. Ha jó a hozzáállásod, akkor bármit el tudsz itt érni. Nem kell ide haddiploma, nem kell ide nyelvtudás, jó, ha van, nem kell fiatalnak lenned, hiszen lesznek majd olyan, olyan középkorú barátok, üzletépítők is itt a színpadon nem sokára, a holnapi napon is, akik. Túl a hatvanon kezdték el ezt a vállalkozást és a legsikeresebbek közé tartoznak. Nincs jelentősége, honnan jössz, nincs jelentősége, hol érsz, nincs jelentősége hány éves vagy, csak annak van jelentősége, hogy hogyan gondolkozol, hogy milyen a hozzáállásod. Ezért bárki sikeres lehet ebben a szakmában. Az egót zsebre tenni és alázattal azt tenni, amit a szponzor tanácsol, az az ember, aki már sikeres, aki már megtette azt, amit ami még előtted vár. És az én tanácsom, két apró szó, ez az én szlogenem, többet és lelkesebben, többet és lelkesebben, ugyanaz, mint a, mint a hozzáállás és a mennyiség. Ebben a vállalkozásban, ebben a szakmában, az esélyegyenlőségnek köszönhetően gyakorlatilag, ha te most érdeklődőként hallgatod mondjuk ezt a CD-t, el tudjuk mondani azt neked, hogy ha fél éven keresztül azt teszed napi szinten átlag egy-két órában, amit azok az emberek tesznek, akik itt eredményeket értek el, a szponzorok felső vonalak, fél év múlva egy olyan biztonságot tudsz megteremteni saját magadnak és a családodnak, amire lehet, hogy nem lenne lehetőséged alkalmazottként, és lehet, hogy nem lenne lehetőséged a vállalkozói életben sem. Pusztán fél év az életedből. Fél év, napi átlag egy-két órát tekintve. De ez alatt a fél év alatt tedd bele a mennyiséget, mutasd meg minél több embernek, ismerkedj emberekkel, ha már úgy érzed, hogy a névlistán elfogyott, azért, mert itt a mennyiség fogja meghatározni a te eredményedet. A minőséget azt a szponzorot fogja adni az első körben. Te még csak a mennyiséget tudod adni, és a jó hozzáállást, a jó attitűdöt. Hiszen amikor leülsz valakivel beszélni, akkor csak te vagy ott, és ő. Akkor te vagy a forever. Akkor csak te, és ő vagytok, ketten vagytok. És a forevert rajtad keresztül fogják megítélni. Ezért legyen olyan attitűdöd, és nézz ki úgy, hogy hiteles legyél, öltözködj fel úgy, és legyél olyan ápolt, hogy ez az ember azt tudja elvinni attól az asztaltól, hogy ezzel az emberrel érdemes dolgozni. Ennek az embernek van jövőképe, van perspektíva ebben az emberben. És most másképpen látom már ezt a, ezt a vállalkozást. És hogy ilyen ember vagy-e, hogy így dolgozol-e, azt nem tudom. De bíztatlak rá, hogy tedd ezt, viselkedj így és dolgozz így, és ha most még úgy érzed, hogy van javítani való rajtad, menj haza nézz bele a tükörbe, húz ki magad, és kérdezd meg, hogy olyan ember vagyok, akihez érdemes csatlakozni? Úgy nézek ki, aki érdemes csatlakozni. Ha nem, változtass, hiszen ez az élet a változásról szól, az egész életünk a változásról szól. Bármelyik vezetőt, ha megkérdezed, nem ugyanaz az ember, aki elkezdte ezt az üzletet. De ettől ne félj, itt nem agymosás történik, itt fejlődés történik. Személyiségfejlődés, erkölcsi fejlődés és anyagi fejlődés. Ehhez kívánok nektek jó egészséget, kitartást, szorgalmat és óriási célokat. Go forever!